halintálti gold és tök mindegy, vágjunk bele, hisz ó igen, erre váltam egy hetet, Ah, most a minden egyes képkockáját, Denzs megfogdosta Pável melleit, aki hát nyögdécselni kezdett. Ó, ezzel csak jobban bíztott a hogy ezt nem hiszem el, ez nem hiszem el most, tényleg, hogy Ezeket most én egy kritika videóba kimondom. Lassan három éve, hogy elkezdtem animés videókat gyártani, és nem hittem volna, hogy eljutok arra a szintre, hogy erről beszélek egy kritika videóban. Na, na ne, 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 anime, anime, ne teddesz velem! Ne teddesz velem! Ezért gyűjtöttem össze 300 pávölcsönes képet, hogy megtudjam, hogy mely tartó betétje volt mindegyik fanadban hazugság az életem. Szegény Denzsinek ez egy trauma marad. Ezért kijönti a fájdalmát Makimának, aki... Nem, ezt, 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 nem hiszem el. Szóval ez, most, ez szerintem ez nem egy kritika videó lesz, hanem hentai review. Hol lehet jelenkezni az élő szereplős Chainsaw man Makim eléggé... Uh, hát körbevezette a mellfogdosást, uh, szerintem te se, én se, Denji érdekel az új harapásos dolog, szóval inkább ne húzzuk ezzel az időt, megyünk tovább, szegény Denji lassan szlókot kapott attól, hogy így egy nap alatt két lány is megengedtenek. Na de azt hiszem 6 perc erotika elég volt a részből, Makima megkéri Denjit, hogy győzze le a fegyveröldögöt. Egy rendkívül erős öldög, aki sokan le akarnak vadászni, köztük Makima is ezek szerint. És vissza az erotikára, nem hiszem el volt. 20 másodperc nyugtom. Aki ma megígérte, hogyha legyőzi Dentsi a fegyveröldögöt, teljesíti egy kívánságát. Dentsi fejében vajon mi, mi járhat Ö, most? Ez a visszaemlékezés, amikor lecsapott a fegyveröldög, és hát, hát igazából szív, szívszorító, ez, 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 erről nem is kell beszélni, ez szívszorító tényleg, mert ha belegondolunk, így a való élelő, és sajnos vannak ilyen természeti katasztrófák, meg egyéb ilyenek, főleg most, hogy ugye van egy háború is, és ez így belegondolva, hogy valaki tényleg ezt megéli, hogy a családja oda veszik, és egyedül marad, az... Ez, 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 ez amúgy remélem, hogy mindenkinek leesett, hisz ez akival történt, ez az incidens, ez az ő kis visszaemlékezése volt, ez a múltja. De csak egyet akarok kérdezni, és tényleg befejeztem ezt a hülyeséget, szóval a Goldi a hány Komolyan 6 perc szexuális töltető jelenetek után el akarják játszani a hatjuk halálát akival. Most azt hiszik, hogy majd meg fogok hatódni azok után, hogy látunk egy két melfogdosás, meg ilyen ez, 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 ezek után most, most kezdik el bőgni. Na de tényleg elrettentő ez az öldög, és örülök, hogy amúgy aki múltjába így ö, ö, beletekinthettünk, ez a pusztítás, amit végzett, elég kemény. Kreatívnak tartom az animétől azt, hogy a fegyveröldög ö, kis darabjaiból ö, lehet megtalálni igazából a hát maga fegyveröldögöt, aki ugye félrevonult egy jó ideje. Mágnesként tapad rá ezek a darabok igazából, szóval oda fogja húzni őket az öldökhöz. Zseni. Zseni, ezt tetszik, hogy így fogják megtalálni, és ugye ezeket, ezeket a kis darabokat igazából gyűjtik. Oh és itt van Himen, oh, Hú! Ah. Jó, jó, e jó, ez a legjobb rész eddig. Ez a legjobb Össze rész. Összeállt a kis csapat, Himeno karakterét én nagyon bírom, hát mit csinál azzal a kislányjal, szegény? Hát, Mit, mit valami pedofil. Van ez a hotel, ahol van valami öldög, ami megjavított, uh valamennyi darabot, hát egy jó nagy darab húst a fegyveröldökből. Kaptak rá a dendzsék, így nem fognak hisztizni. Aj, de annyira váltam, hogy visszaemlékezésbe bevágják azt a reggeli tréfát. Ezt most nem fogjuk látni sose, pedig én nagyon kíváncsi lennék erre, hogy ha aki ennyire kiakad valamin, az, az, biztos durva. Himeno felajánlott egy puszit, ha sikerül legyőzni az öldögöt, de Denji elutasította. És ezért új ajánlatot kapott. Nyelves csókot fog kapni Himenótól. Azt hiszem, azt hiszem, lehet már jövőre nem fogok a videókat felmenni. Szóval, Denji. ez egy rész alatt így hár, édes hármas. Szóval Denzi, ez a vágy fűti most már, és azonnal le akarja vadászni ezt az ördögöt, hogy megkapja azt a neves csókot, hiszen még sose csókolózott. Közben amúgy kaptunk egy himenós visszaemlékezést is. Vó! Wow! Mégpedig azért, hisz neki az összes társa sorra meghaltak, hasznavehetetlenek voltak, és akinak is elmondta, hogy hát ne halljon már meg ő is, mert hát ugye aki az ő utolsó társa. Azért itt himenó karaktere érdekes lesz, hisz van ez a nagyon szomorú történet mögötte, közben meg nyelves csókokat ajánlgat random utcakölyöknek, szóval így <laughs> mindegy, nekem bejön amúgy bejön maga a karakter, csak szeretném, ha még többet kapnánk ebből a karakterből, még többet megtudnánk belőle, vagy nem is kellett sokat válni erre, hisz ezt a kis szarzsákat el is intézte powell hisz ő egyességet kötött egy démonnal Himenó. neki adta a jobb szemét azért, hogy legyen egy menő szellem jobb karja ahogy ez a szemkötős dolog, most így észrevettem, hogy Himenon is van szemkötő, bár amúgy amiatt tetszik a karakter, mert van rajta egy szemkötő, nem hiába lett a profi a csatornának, mert annyira, hát annyira jól néz ki. Hogy amúgy danji az első részben ugye neki is volt a szemkötője, és így, ez így, most hova tűnt ez? Meg, hát ha ugye eladta a szemét, akkor ez hogy? Vagy hogy ő se vették észre, vagy, vagy így a, nem tudom, a harmadik évadban fogja majd azt mondani, hogy hé, amúgy én látok a másik szememmel, ami eddig izé nem volt meg, hát ez hogy? Akkor fogja, ha esküszöm, ezt el fogja lőni az, anime, hogy kibaszott sok idő után fogja észrevenni, hogy az egyik szeme ö, visszatért mondva, akkor én, én, én nem tudom, abban hagyom a videózást. Közben észrevették, hogy a nyolcadikra a kilencedik emeletre tartva a nyolcadikra jutottak vissza. Pú, ez ez a sejtemes zene, és wow, na ezt tetszik, hogy így ízálták le az epizódot, egy végtelen spirálba kerültek, ugyanoda jutnak, avagy a nyolcadikon ragadtak, és így, vé így élt véget a rész. Szerintem kihetetem, hogy az eddigi legjobb rész volt ez, és ha jól csinálják, akkor a következő rész még jobban fog tetszeni, mert én amúgy imádom ezeket a ilyen backroomos dolgokat, szóval ezeket a jelenségeket én is szeretem, amikor nincs kiút, bent ragadnak valahol, és így Pánik van igazából, nincs egy fő ellenség se, pe persze van kívül, aki ugye bent tartsa őket, de azon pánikolnak, hogy hogyan jutnak ki. Már a kis cseh így is uh, amúgy teljesen bepánikolt a rész közben, szóval... Uh nem tudom, hogy a kövi részben mi lesz vele. Na de köszönöm a figyelmet, iratkozzatok fel, ha nem akartok lemaradni Himenó nyelvet csókjáról, hiszen ki fogom elemezni. maradok csembe, tudom. Mindenki elkapcsolt már, véget ért a jó rész, már átbeszéltük a mellfogdosás azóta már nincs is senki, jó van. Köszönöm szépen, krumplis a sziasztok!